Minden év június elején történnek a tűzrendészeti ellenőrzések a mezőgazdaságban. Ahhoz, hogy a gépek részt tudjanak venni a nyári munkálatokban, meg kell, hogy feleljenek az előírásoknak. Az olaj ne folyjon, az üzemanyag szikrafogóval legyenek ellátva gépek is, megfelelő tűzvédelmi tűzoltó apparáttal. Attól függ, mekkora kategóriája a gép, ahhoz megvan 2, 4, 6, 9 kg-os apparátnak kell, hogy legyen, és nálunk még ugye a Szabadka községében kötelező az ásó lapát, hogy legyen, hogyha kell, akkor földre tudják még segíteni a tüzet oltani. A termelők nem csak a jogszabályok betartása érdekében, de maguk és mezőgépeik biztonságát szem előtt tartva rendszeresen elvégzik a tűzvédelmi vizsgát. A kötelező tűzvizsgán minden évben részt veszünk, a tűzoltó palackokat ellenőriztetjük, azon kívül kijönnek leellenőrizni a traktorokat, illetve kombájnokat, hogy megfelelnek-e a tűzvédelmi előírásoknak. Szabadka város önkormányzata, mint minden évben idén is alakított egy bizottságot, amelynek az a feladata, hogy az aratás körül felmerülő esetleges gondokat megoldja. A stáb idén most pénteken ült össze először. A testület a tűzoltóság, a rendőrség és az önkormányzat képviselőiből áll össze. Maga a folyamat az úgy fog zajlani, hogy helyi közösségenként lesz megszervezve természetesen, ugye, hogy az aratásban résztvevő gépjárműveknek ne kelljen a városba bejönni a technikai problémák megoldására, hanem a helyi közösségenként fog a stábnak a küldöttsége kimenni, és hát most ebbe pillanatban azzal foglalkozunk, hogy pontosan meghatározzuk és értesítsük az érdekelteket, hogy melyik helyi közösségben mikor fog ez a stáb megjelenni, ahol elvégezhetik a technikai vizsgálatát a gépjárműveknek. Az aratásban csak olyan mezőgépek vehetnek részt, amelyek egy speciális matricával lesznek ellátva, amely bizonyítja, hogy a munkagép műszakilag rendben van. Az ellenőrzés is rendszeres lesz. A vizsgálat, ahogy tavaly, idén is 800 dinárba kerül.